Épülnek a színpadok és a büfék is a Velencei tópartján. A kapunyitás előtti órákban dolgozók és egyenruhások foglalták el a strandot. A Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai a biztonsági előírások betartását ellenőrizték a fesztivál helyszínén. A tűz, a rendkívüli időjárás, akkor villámcsapás, szélvihar, tehát minden olyan esemény, ami az itt tartózkodó nagy létszámú vendéget veszélyeztetheti. A pénzügyőrök a vendéglátóhelyeken vizsgálódnak az EFOT ideje alatt, a nyugtaadási kötelezettség betartására és a jövedéki termékekre fókuszálnak. A civil faluban van egy sátrunk, amin folyamatosan kint leszünk, itt próbáljuk megismertetni a fesztiválozókkal a NAV-nak, a NAV szervezetének a munkáját, illetve ellenőrzések is lesznek a rendezvény során. A rendőrség főként a biztonsági cégeket ellenőrizte, de a következő napokban a külső biztosítása is nagy hangsúlyt fektetnek, és megerősített szolgálatban dolgoznak. A rendőrök nagyobb létszámban és nagyobb erővel lesznek itt jelen a rendezvénynek a helyszínén, mint amúgy a